két és fél órát szenvedtem egy cikknek a, még csak nem is megírásával, hanem átírásával. És hát ez úgy nagyon-nagyon meglepett, amikor már dél elmúlt, és fölkeltem, és akkor úgy visszanéztem, hogy mikor kezdtem el. Most 10 óra körül kezdtem el, két és fél óra volt. És erre jutott az eszembe, hogy vajon megéri-e két és fél órát egy cikkkel foglalkozni, ráadásul úgy, hogy ezt a cikket én már megírtam egyszer korábban, tehát tényleg csak átírtam most, két és fél óra alatt. Illetve meg tegnap is egy nagyjából egy fél órát már dolgoztam vele, amikor előkészítettem ezt az átírást, hogy megéri-e ezzel foglalkozni, és hogy vajon hogyan állja ez a dologhoz, mert nagyon-nagyon sokszor hallom, ugye, amikor keresőoptimalizálást tanítok, de még csak nagyon a keresőoptimalizálásba se kell belemenni, az ember az online marketing területén bármit néz, akkor ugye mindenképpen kell tartalmat gyártani. Teljesen mindegy, hogy melyik okos mit mond erről. Ugye van, aki azt mondja, hogy ne kereső optimalizálj, csak mondjuk a hirdetéseken keresztül szerez ügyfeleket, akkor is kell tartalmat gyártanod, mert le kell gyártani a hirdetésnek a tartalmát, le kell gyártani az értékesítési oldal tartalmát, le kell gyártani valószínűleg azt, amit eladsz, hogyha majdnem mindegy, mit csinálsz, kell a tartalom, tehát egy webáruházban is le kell gyártani magának a webáruház termékeknek a tartalmát, a termék oldalát. Tehát magyarul tartalom kell, azt hiszem ebben nem tudunk vitatkozni, és én nagyon sokszor kapom ezt meg, főleg a keresőoptimalizálás kapcsán, hogy jaj, de hát nincs ennyi idő, meg hogy tudok ennyit írni. És így erről jutott eszembe, hogy elmondom most ebben a videóban a gondolataimat. Ugye két és fél óra elmondom, hogy milyen cikk volt ez. Ez egy angol nyelvű cikk volt, hogyha követsz engem, akkor biztosan hallottál már róla, mert eléggé nyíltan csinálom. Igazából eléggé nyíltan elmondok mindent, amit a vállalkozásomban csinálok. Hogy szeretnék angol nyelvterületre menni, vagy hát szeretném angol nyelvterületen is megcsinálni azt, amit itthon megcsináltam. És ennek még nagyon-nagyon az elején vagyunk. Tehát vannak angol honlapjaim, de igazából mondjuk a magyarral összehasonlítva minimális bevételt hoznak. És alakítgatom, most nálam 2017-nek az eleje erről szól, hogy így alakítgatom, hogy hogyan tudom idézőjelben megtámadni az angol nyelvű piacot. És most így már egy picit összegyűjtve adatokat az alapján, hogy mi működik, mi nem működik, így látok egy támadási irányt. És ehhez kellett egy leges-leges-legelső cikket megírnom, amit már publikáltam. Amúgy a cikknek az a címe, hogy hogyan indíts egy gasztroblogot 2017-ben. Ugye ez nem tűnik egy nagyon sokakat érdeklő témának mondjuk magyar nyelven, de pont ez a jó az angol nyelvű internetben, meg az angol nyelvű eladásban, hogy sokkal-sokkal több az érdeklődő, tehát még egy ilyen picike témára is, hogy hogyan indíts egy gasztroblogot, rengeteg keresés van. És ez a, volt már nekem egy megírt cikkem ebben a témában, csak nem gasztroblogra, hanem általánosan blogra. És ennek az átírása tartott, meg a képek újra feltöltése, stb. Tartott, hát ugye ma a két és fél órát, tegnap felettem még 3 órát. És igazából azt szeretném neked ezzel elmondani, ezzel a videóval, hogy ne a két és fél órát nézni, ne a 3 órát nézni, nem a két és fél órát nézem, hiszen nyilván, ha úgy nézzük, két és fél óra alatt egy cikket átírni nagyon nem produktív. Ha úgy nézzük, hogy most kiment egy cikk egy honlapra, amiből vagy lesz valami, vagy nem lesz valami, nagyon nem produktív. De ez nem a jó hozzáállás. A jó hozzáállás az, hogy teljesen mindegy, milyen honlapba kezdtem eddig én bele. Teljesen mindegy, hogy közületek, ugyanolyan vállalkozók, magyar vállalkozók, mint te, akik nálam tanultak, milyen honlapba kezdtek bele, akik végigvitték magukat ezen a nehézségen, hogy valahogy a tartalmat meg kell szülni, valahogy a tartalmat oda kell tenni, azoknak mindnek bejött. Tehát előbb-utóbb lesz olyan tartalom, amit felkapnak. Lesz olyan tartalom, amit felkap a Google, lesz olyan tartalom, amit felkapnak a közösségi médiában, amit ki tudsz küldeni a hírlevél feliratkozóidnak. Valahová, tehát ami tetszeni fog. És az a helyzet, hogy nagyon sok helyzetben nincsen arra válasz, hogy most nincsen olyan cikk, hogy ez a tökéletes cikk, és ezt megírom, és mondjuk
3 órát eltöltök vele, és utána hátradőlök, és minden működik. Nincsen hátradőlsz, és minden működik megoldás. Aki ezt sugallja, akár csak sugallja neked azzal, amit mondjuk el akar adni, hazudik. Ezt nem lehet szebben mondani ennél. Mindenki, aki sikeres, az megküzdött a sikerért. Időben, pénzben, energiában, lemondásokban, ezer dologban, hidd el, hogy mindenki, aki sikeres, megküzdött a sikerért. És az első, amit el kell fogadni, hogy én nekem például, és azért mondom az én példámat, mert ez egy konkrétum, nyilván fordítsd le a saját magad, hát nem nyelvére, hanem a saját, éppen ahogy a vállalkozásod most áll, de tehát nekem is el kell azt fogadnom, hogy most 3 órát küzdök egy olyan dologért, vagy dologgal, ami most semmit nem fog hozni, ami miatt, mivel ezt a 3 órát küzdöttem vele, és ország még fog ezzel a témával nem keveset foglalkozni, emiatt kevesebbet fogok ebben a hónapban keresni, emiatt bizonyos dolgokról le kell mondanom, tehát lehet, hogy, vagy mind a kettő, tehát ugye lehet, hogy ebben a 3 órában, meg abban az X órában, amit még ezzel fogok tölteni, abban tudtam volna olyat csinálni, amit a már bejáratott és jól menő magyarországi üzletemmel, ugye így sokkal több pénzt tudtam volna keresni. Vagy hát tudtam volna pénzt keresni, mert ebből még egy fillért se kerestem ebből a 2,5-3 órából. Lehet, hogy ez alatt a 2,5-3 óra alatt tudtam volna valami más olyat csinálni, ami mondjuk úgy buli mások számára van, amit úgy sokan csinálnak, és az, hogy szórakozás, nem tudom, de nem. Tehát én azt választottam, hogy én szeretnék felépíteni egy vállalkozást angol nyelven, és ezt tudom, hogy időbe, pénzbe, energiába, lemondásokba kerül. Úgyhogy ezt tudom neked javasolni, hogyha így ezzel van problémád, hogy mondjuk mennyi időbe kerül, nem tudom, tartalmat írni, vagy ilyesmi, hogy nézd meg erről az oldalról, hogy mi az, amit kreálsz hosszú távon. Hogy igazából ez nem egy órabéres gondolkodás, ez egy órabéres gondolkodással nem megy. Tehát, hogyha az ember a saját blogját írja, és abban gondolkozik, hogy a jövő hónapban ebből hány forintot fog kivenni, akkor az a legtöbb esetben a nullához közelít. Ha így csináltam volna a gasztroblogjaimat, amikről szintén ezen a csatornán nagyon-nagyon sokat láthatsz, olvashatsz, meg más csatornáimon is, akkor egy fillért sem kerestem volna velük, hiszen az első hónapokban, években 0-0-0-0 volt a bevétel, és akkor mondjuk nem keresnék ma 200-300 ezer forint közötti full passzív jövedelmet ezekből a blogokból, úgyhogy most már tényleg semmit nem kell csinálnom. És amikor én leülök és azt mondom, hogy igen, most nekem meg kell küzdenem egy olyan piacon, ami teljesen új a számomra, más, mint a magyar, ezt ahogy az ember egyre jobban belemegy, tehát látnom kell, hogy teljesen más, mint a magyar. Nem az anyanyelvem, tehát ugye lehet, hogy ez a 2,5-3 óra, ez azért magyarul kevesebb lett volna, tehát nem anyanyelvem az angol, nem élek angol nyelvterületen, még csak nem is használom aktívan az angolt napi beszélgetésekben, tehát ez nagyon-nagyon sok mindent nekem ilyenkor szótáraznom kell, utána kell néznem, hogy az ténylegesen, tehát itt ne csak arra gondolj, hogy most egy szótárt felnyitok, hanem egynyelvű szótárban, mondatokban megkeresve a használatát, tehát én szeretnék angolul úgy fogalmazni, hogy kifejezéseket használják, egy csomó idő. De mindezt, amikor csinálom, akkor nem azt nézem, hogy úristen, már megint 2,5 óra elment, és mondjuk helyett facebookozhattam volna, vagy nézhettem volna a tévét, mennyivel hasznosabb lett volna, hanem azt nézem, hogy építek valamit, aminek ez az építőköve, ez kell ahhoz, hogy felépüljön. Remélem segítettem neked ebben a videóban, remélem, hogy gyártod a tartalmakat, mert a tartalom az egyetlen, ugye elég sok példát mondtam neked ebben a videóban, hogy a tartalom az hogyan lehet tartalom azon kívül, hogy mondjuk pusztán egy blogbejegyzést ír az ember. A tartalom az egyetlen, amivel az online jelenlétedet nyereségessé tudod tenni. Tehát akár ilyen, akár olyan, de tartalom az kell ahhoz, hogy online pénzt csinálj. Azon kívül meg szükség is van a jó tartalomra az interneten, mert annyi hülyeség van, úgyhogy ha jó hasznos tartalmat csinálsz, mivel segítesz embereknek, akkor hajrá, csinálj még, mert nagyon-nagyon sok a hülyeség az interneten.
Úgyhogy remélem, hogy segítettem neked. Nyomj egy lájkot, hogyha kaptál bármit ebből a videóból. Köszönöm, hogy itt voltál. Iratkozz fel a csatornánkra, és várlak a következő videóban.